Na, sziasztok! Kicsit betegen. Sziasztok! Kicsit betegen, de törve. Megjött egy csomag az utánfutóáruház.hu-tól. Hát nézzük meg, mi van benne. Igazából nem titok, hogy a traktorhoz rendeltem egy billentőt, mert ugye többen mondták is, hogy hegesszek, meg mit tudom én, azt akkor jobb lesz, és akkor minden, de most arra nekem nincs idő, meg ilyesmi. Ajánlották ezt a billentőt többen is. Na, miért? Nem pofázok. Bocsánat, itt kicsit a helyét, csak ezt most a szobába tudom kibontani, mert most itt tudom kibontani, az a lényeg. Hát úgy masszívnak tűnik a cucc, de mindjárt bontjuk ki, aztán kaptunk hozzá egy ilyen kis könyvet. Látszódik, remélem. Azért ezeket nem tüzelem el. Ez tüzelő anyag. Igen, a tekerő az már itt is van. Szuper. És most akkor kivesszük. Kivesszük itt a cuccot is. Bum. Meg ezt a biztosítót. Mert ez ugye, ez kell. Na. Ezeket visszarakom. Ugye műszakilag nem igen vagyok otthon a témába, de még egyszer mondom, ez az utánfutóáruház.hu-tól van, és utánvétel együtt 34 ezer forint volt. Na, és akkor lássuk a medvét, hogy ez hogy áll össze. Ugye elméletileg igen. Ugye ez széttoltható, mert már látszik is, hogy csúszik szét az egész. Most ezt így... Igen. Azt ott lehet. Csak közben azt nézem, hogy hol vannak a lyukak. Amit... De más nem kaptam hozzá. Állj egy picit, babu. Mondjad. Igen, látom. De csak közben itt. Na. De én is beteg vagyok, meg a fiam is, aztán... Igen, ugye... Vannak hozzá ezek a csavarok, azt mondja... Kaptam 4-5 csavart, és igen, és ugye az egyiket azt ide kell majd rakni, ezt az egyik csavart.
Igen. Mindjárt megnézzük, hogy melyik csavar az, amit oda kell rakni. Közben itt megnézem a használati utasítást. Hozz egy zsepit, kifújom az orrodat, hozz egyet, jó? Most rájöttem a titok nyitjára, gyerekek, meg bocs, hogy szépen kell szakítani a felvételt, csak folyott a Bence orra. No, meg nekem is voltak elintézendő ügyek. Rájöttem a titok nyitjára, ugye ezt is külön oda kell csavarozni. 3 ilyen. Ez mit csinálsz bele már? 3 ilyen csavart adtak hozzá, illetve 4-et. Mindjárt. Ha ki tudnám. Igen. Ki tudtam szedni végül. Ez úgy van, hogy az alátéttel. Tehát mutatom nektek, hogy egy 6 lap fejű, és ha jól látom, akkor csak nem fókuszál a kamera. Igen, nem. Ez egy 6 lap fejű önzárós anya alátéttel, és akkor itt ugye a 6 lap fejű csavarrész. Igen. És akkor itt meg az anyája neki. Úgyhogy hát most az van, hogy könnyű ez. Opa. Igen, könnyű ezt ugye összeszerkantani, mert gyakorlatilag a titok nyitja az, hogy beteszed az egyik végén ezt a cuccost, ráteszed az anyát a másikon, aztán rá ez az önzárós anya, csak ugye szerszám nélkül. Mert ugye még itt van, most nincsen szerszám, majd garázsba jobban ráhúzok. Na hát mindegy. Csak hogy megmutassam nektek, hogy fog ez így összeállni. Ezt nem tolom le, ezt a rudat, mert akkor meg... Igen. Nem. Igen. Kapcsolja fel a hangot. Milyen hangot? Itt? Jó. Na, és a lényeg, hogy itt ezen a három oldalon bevezetni az anyákat. Majd meghúzásra kerül majd. Mondom, ugye most nincs nálam szerszám. Meg akkor a harmadik oldalán is. Na hát most én ilyen sajátos módszerrel bontom ki ezeket. Hát. Na. És de igen, tévedtem szerintem, ahogy látom, de mindegy. Majd. Nem tévedtem. Szia, Peppa! Szia, Zsoli! Várjál! Most a könyvet nézem meg, mert ugye... Igen. Egy magyar leírása az nem igen van.
De... A lényeg, hogy a... Na mindegy, a... Hogy itt a... Ezt az anyát, vagyis hát ezt a csavar... És még bele... kell rakni... ide... Van, hogy néha egyedül és meg kell oldani itt a dolgokat, de na nézzek, az utolsó meg nem akar bele. Na, végre. Csak sikerült. Na és akkor a lényeg az, hogy ugye... lehetett volna... komolyabb... traktor... emelőt, vagy... vagyis... na... traktor billentőt, vagy komolyabb cuccot. Én azt gondoltam, hogy most arra, hogy most arra, hogy én kést élezzek, arra, hogy a kaszaházat letakarítsam traktoron, mert ugye ott a mosócsatlakozó, de a mosócsatlakozója az hiába van ott, nem olyan hatékony, mint amennyire kéne. De még nem próbáltam ki, csak tudom, hogy hiába használnám, nem olyan hatékony, mint amennyire az teljes. Tehát nem, nyilván nem azt várja az ember, hogy most teljesen leganyézza, de én azt gondolom, hogy ezzel hatékonyabb lesz letakarítani az asztalt. Úgyhogy... hát mindegy. Most nem tudom, hogy a... nem tudom, hogy az emelő rész az... Igen, hallottam. Igen, ott van. Most nem tudom, hogy így az emelő rész az hogyan, de arra is mindjárt rá fogunk jönni, hogy... szépen... hogy van, de ingyen... Most ugye ez nekem úgy könnye... Hoppá! Papa, ne csinálj úgy, mint akinek ez sem megy! Ha most nekem ezt úgy könnyebb, hogy... ezt lefele rakva... Igen. Na! Igen. Akkor megint ide az anyát. Nem, papa, csak ha megcsináltad a tetfőtámaszokat.
másik oldalról kell megközelíteni. Na és gyakorlatilag... Ennyiből állna ennek a kis... Ennek a kis billentőnek a... az összeszerelése, majd mindjárt hozok kulcsot aztán. Mindjárt hozok kulcsot, és akkor... Igen. Hát most nem tudom, hogy... hogy melyik része. Igen, ugye ez csak akkor fog majd emelkedni, hogyha ezek, ha most így hiába, hogyha ez... Egy kocsitot vagyok. És akkor igen. És akkor ez, mondjuk nem tudom, hogy ennek ez csak így lóg, de mit tudom én. Ugye a... Jó, hát ez, mondom, ez csak akkor fog majd emelkedni, hogyha gondolom én, hogyha majd súly van rajta. Hát ennyi. Ennyi, gyerekek, gyakorlatilag. Nincs más teendő. Úgyhogy, hát majd meghúzom a csavarokat. Jaj. Igen. Meghúzom a csavarjait, aztán. Kész. Utána még a videónak. Ja. Na, hát akkor én köszönöm, hogy ezt akkor megtekintettétek. Ezt a kis unboxingot. Az utánfutóáruháznak külön köszönöm. A nagyon jó kis, nagyon jó minőségű kis traktor billentőt. Hát a továbbiak, aztán majd meglátjuk. Na. Köszönöm, hogy megtekintetétek, sziasztok, és iratkozzatok fel!